A játékvezető Karakó Ferenc sívszavára, akinek Szilágyi Norbert és Punyi Gyula voltak a segítői, kezdődött el Cegléden, a Malomtószéli sporttelepen a piros-fehér szerelésben pályára lépő ceglédi viese és a kék mezben játszó vasas találkozója. Az első félidőben a kiegyenlített mezőnyjáték során csak kevés helyzet alakult ki. A ceglédiek csapatkapitánya Kós Gábor két alkalommal is gólt szerezhetett volna, de mindkét az egymáshoz kísértetése hasonlító lehetőségét elpuskázta. Ugyanakkor a Vasas egyáltalán nem tesztelte a hazai kapus Tóth Zoltán formáját. Fordulás után a fővárosi gárda lépett fel támadólag, de a kapuig egyáltalán a lövés lehetőségéhez csak elvétve jutottak el. Nem úgy a Vasutas. Így egy gyors kontratámadás végén a 47. percben Kós lőtt alig mellé, a 61-ben pedig Kon Zsolt bal sarok felé tartó bombáját a már vert Hermány Bence helyett a kapufa mentette. A két eset között az 56. percben maradt ki a Vasas talán egyetlen igazi gólszerzési lehetősége, szöglet után Rodenbücher István fejelt mellé. A hátvéd a későbbiekben 3 percen belül negatív főszereplője lett a meccsnek, hiszen a 71. percben a 16-oson belül szabálytalankodott Farkas Istvánnal szemben, amiért sárgalapot kapott, a ceglét pedig 11-es rúghatott. Kós állt a labda mögé. A jobb alsó sarkot célozta meg, Hermány védeni tudott, de csak középre tudta kiütni a labdát, az ismétléssel szemben pedig már tehetetlen volt. A 74. percben Rodenbücher megkapta második sárgalapos figyelmeztetését is, ami egyben kiállítást is ért. A szabadrugást Koncz végezte el, melyből mesterien csavart a hosszú sarokba. A későbbiekben már nem esett újabb gól, így a találkozót 2-0-ra a kiesés ellen harcoló ceglédi VS-e nyerte meg, a bajnoki cím egyik várományosa a Vasas ellen. A mérkőzést a vezetőedzők értékelték. Elsősorban annak köszönhető, hogy a két vesztes mérkőzésből is tudtunk táplálkozni. Tulajdonképpen akkor is jól játszottunk, meg voltak a helyzeteink. Most ugyanezt történt, igaz mezőny fölényben volt a Vasas, és nekik is volt helyzetük, de aki látta a mérkőzést, az láthatta azt is, hogy az első félidőben 2-3 nagyon komoly helyzetünk volt. Tulajdonképpen kapusra szembe voltunk. Második félidőben viszont nagy erőket mozgósítottunk a támadásoknak is, és ennek meg lett az eredménye. Örülök, hogy a srácok be tudták bizonyítani, hogy lelkesedése, akarással a gyengébb játékerőt képviselő csapat is tud hangos sikereket elérni. Úgy gondolom, hogy MB2-ben minden mérkőzés nagyon nehéz. Ezt így egyértelműen nem lehet kimondani, hogy mi léptünk volna esélyesként pályára. Az biztos, hogy a táblán elfoglalt helyezésünk alapján nekünk abszolválni kellett volna ezt a mérkőzést, és ha szeretnénk ott lenni a feljutásért folytatott harcban, akkor úgy gondolom, hogy ennél jóval többet kell letennünk az asztalra minden szinten. A hazai csapat úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten gyűjtötte be a 3 pontot, jobban akarták a győzelmet, független attól, hogy úgy kidolgozott támadásuk nem volt, amiből gólt érettek volna el, kontrára építettek, mi pedig beleszaladtunk a saját fegyverünkbe tulajdonképpen, és nekünk nem sikerült egy olyan helyzetet se kidolgozni, ami idáig jellemző volt ránk, hogy mérkőzésenként 6-8-szor kerültünk az ellenfél kapuja elé, és hagytuk ki a helyzeteket. Hát ma még ez sem volt, úgyhogy van minden gondolkodni, és van minden javítani.